Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Egy légiós kivételével teljes kerettel készülnek a bajnokságra a Kékcápák. Változatlan szakmai stáb átalakított játékos keret a nyírbátori kéziseknél. 12 korosztály 300 labdarúgója készül a Bozsik Akadémián. Regionális kiemeltként vág neki a szezonnak az NKK 5-ös U14-es csapata. Úszással gyűjtik az erőt a közelgő bajnokságra a Zakverse vízilabdázói. 115 csapattal rajtolt el a nyíregyházi kispályás foci bajnokság. Egy légiós kivételével teljes kerettel készül a szezonra a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A héten csatlakozott a csapathoz az elmúlt szezonban az Egyesült Államokban kosarazó Dancsas András is. Dancsas András vagyok, Szombathelyről jöttem. Tavaly évet Amerikában töltöttem, előtte végig a Falcon kosarlabdáztam, voltam a Falcon ezüstérmes csapatában is. Mi miatt döntöttél a nyíregyháziak mellett? Egy nagyon lehetőséget kaptam, itt a csapat feljutásért küzd az alcsoportba, és egy erős gárdának is tűnik számomra, egy jó közösség is, úgy tűnik nekem, hogy így hasznomra válhat és tudok fejlődni ebben a csapatban. Ugye még ismeretlen a csapat, hiszen nemrég érkeztél, ismeretlen az osztály, hiszen ebben a ligában nem szerepeltél, mégis mit vársz magadtól és a csapattól? Szeretném a legtöbbet kihozni, amit csak lehet a csapattól. Hát azért én úgy tudom, hogy a feljutás a cél mindenki számára, úgyhogy szerintem mindent meg fogunk tenni magamtól, pedig az, hogy a legjobbat kihozzam a csapatot, segítsem, amit csak tudok megtenni, azért feljussunk. Most már talán lehet azt mondani, hogy felvettétek az üzemi fordulatot itt a felkészülésben, milyen hangulatban telnek az edzések? Abszolút jól. Szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy jó formában érkeztünk ide. Személy szerint én tavaly ilyenkor nem voltam ilyen jó állapotban, kicsit elhanyagoltam magam, erre igyekeztem odafigyelni nyáron, de többen a csapatból is együtt jöttünk be edzeni, júliusban is, júniusban is, úgyhogy úgy érkeztünk ide, hogy nagyjából kész voltunk a felkészülésre. Most azért nyilván kicsit keményebb terhelés kapunk, mint amikor csak magunknak dolgoztunk, de egyre jobban vesszük fel az üzemi hőfokot. Ugye a csapat magja együtt maradt, érkeztek új játékosok, remélhetőleg erősítést jelentenek majd ez a meccseken, kiderül, de itt kimondatlanul itt a srácok meg a szurkolók is nagyon szép célokat fogalmaznak meg, hogy látod, mire lehet képes ez a csapat? Én azt mondanám, hogy a legjobb négy közé mindenféleképp elvárás és igazából realitás is lenne bekerülni. Nem szeretném megbántani abszolút a TF Budapestet, de úgy gondolom, hogy azzal, hogy az Oroszlány egy tavalyi közvetlen riválisunk feljutott, és a TF kiesett, nem fognak olyan játékerőt képviselni, mint az Oroszlány. Így riválisaink közül egy kiesett, akkor mondhatnám azt, hogy a ranglétrán előléptünk egyet. Más típusú játékosok érkeztek a távozóink, ugye Cucu, Ózé és Csabi helyére, de én bízom benne, hogy ez nagyon jól elsülhet, és tényleg úgy érzem, hogy szép reményekkel vághatunk neki a szezonnak. Neki megyünk, legjobb névbe akarunk jutni, ott meg már tényleg bármi lehet, mint azt az idei év is mutatta, hogy nem feltétlenül a pálya előny fog dönteni. Úgyhogy minél később azt mondom, összeérünk, és legyen bármi. Változatlan szakmai stábbal, viszont átalakított játékos kerettel készül az NB2-es bajnokságra a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Csapos János együttese szeptember 15-én a Nyitányon a Hajdúböszörményt fogadja. Ekkora változás nem értünk még meg, de úgy gondolom, hogy az idő megérett arra, hogy azokat a gyerekeinket elővegyük, akiket két éve már versenyeztetünk, tavaly a megyei első osztályi bajnokság megnyerésével bizonyítottak is, hogy nagyobb feladatokra is megértek. A távozókat illetően gyakorlatilag mindenkivel megköszöntük a két éves munkáját, hiszen azért van benne egy ezüstérem, és van egy olyan negyedik hely, ami egyetlen egy gólon múlott, azonos pontszámmal a harmadik helyezettel. Tehát jó, sikeresnek mondható ez az eltöltött, közösen eltöltött két év. Mindenkinek megértettük a problémáját, és ők is megértették a mi koncepciónkat. Gyakorlatilag a teljes kezdősorunk távozott. Kezdem onnan, hogy a kapuban Bíró Dávid elment, aztán kezdem onnan, hogy a jobb szélről Pálfi Valentin, ő egy éves pihenőt kért, mellőle Pisák Tibi, aki a csapatkapitány is volt, ő gyakorlatilag házasság előtt áll, befejezte az aktív pályafutását, elment Takács Zalán, Budapesten a testnevelési egyetemen tanul, ott fog lakni, eltávozott,
elment Bot Bence a beállónk, gyakorlatilag még nem tudjuk, hogy hova, Kovács Ákos is leállt, nem tudok róla, hogy más csapathoz menne, illetve tartjuk a kapcsolatot, egyelőre ő is leállt, illetve hogyha itt a sorolhatnám, hát talán ennyi a sok távozat, de ez gyakorlatilag a teljes kezdőcsapat. Az volt az elképzelésünk, hogy ha már így alakult ez a dolog, akkor nyilván azért kellett igazolnunk is, de vegyük elő a saját játékosainkat. De amellett, hogy a fiataljainknak nagyobb lehetőséget adunk, itt Rácz Rolandra, Szedlár Balázsra, Blánár Mihályra, Lapos Istvánra gondolván, amellett azért igazolni is kellett. Hogy kezdődik egy csapat? Védj egy jó kapust, ezért a kapuban Felföldi Róbertet tudjuk. Én örömmel veszem, vagy tudom be, hogy hozzánk igazolt, Hajdunánásról Pál Tamás, Fehérgyarmatról, ő lövőposzton játszik, illetve két kettős igazolt, a Fábián Vince Nyíregyházáról, illetve a Tamás Levente, aki balkezes, jobbszélső. Tehát itt jobb oldalon ugye pótoltuk Leventével az eltávozók helyett. De mondom, hogy a fő feladat az, hogy ezeket a mi gyerekeinket, akik valóban most már kell, hogy bizonyítsanak, bedobjuk a mélyvízbe, és MB2-be fognak szerepelni. Hány korosztályban indít majd csapatot, hány bajnokságban indít csapatot a klub? Az idén kettővel többen, mint tavaly, és ugye ez a kezdethez viszonyítva már 9 csapat lesz. Ami gyakorlatilag két csapattal indultunk, egy felnőtt és egy ifjúsági csapattal nagy nehezen, akiket annak idején össze tudtunk szedni. Az idén két új belépő csapat, két szivacs kézilabda csapat lesz, ezen kívül lesz serdülő csapatunk, lesz ifjúsági csapatunk, lesz U11-es, lesz U15-ös, már felsorolni is gondolkodni kell, illetve a megyei felnőtt bajnokságot továbbra is elindítjuk azokat a fiataljainkat, akikre a későbbiekben nagyobb feladat vár. Edzők létszámban, minőségben, termekpályák létszámban, minőségben megfelelően rendelkezés állna? A terem, ahol jelenleg is vagyunk, egy 3 éves szerződés keretén belül még mindig ezt töltjük ki. A személyi feltételek, tehát az edzői állomány az gyakorlatilag adott, illetve az új belépő kis csapatainknak az egyik csapatnak saját játékosunk lesz az edzője, aki rendelkezik licenszel. Természetesen minden csapatnál az edzők rendelkeznek licenszel. A felnőtt csapatnál pedig továbbra is Csapos János az edző, a vezetésben is, technikai személyzetben is a régiek maradtunk. Egy összeszokott jó kis csapat, nincs ok változtatásra. Egy ezüstérem és egy negyedik hely után az MB2-es együttesnél az említett változások után mi lehet az elvárás? Igen, ez jó kérdés. Ez nekünk is még per pillanat talán, de én úgy gondolom, hogy az őszi összecsiszolódás után nekünk egyébként is az elmúlt két bajnokságban a tavasz volt az, ami mindig is akkorra talán még jobban kijön az az elvégzett munka, amit nyári alapozáskor, illetve télen elvégez a csapat. A tavasz szokott a jobb lenni, de ez az ősz össze kell, hogy csiszolódjon ez az új formáció, ezt annak szánjuk. De azért egy erős középmezőnyben én azért várom a csapatot, ami szerintem teljesíthető is, de mondom, minden majd evés közben jön meg az étvágy, szokták mondani, majd kiderül a bajnokság elkezdésekor, illetve a mérkőzések, ahogy zajlanak. Ebben az időben a strandon minden bizonyan jobban érezzék magukat a játékosok, de itt izzadtok a tornacsarnokban, mikor kezdtétek a munkát, és milyen jellegű, milyen rendszerű munkát végeztek ebben az időszakban? Augusztus 1-én kezdtük a felkészülést, 1-2-án egy-egy ráhangoló edzés volt, és a múlt hét hétfőtől, pedig ilyen napközis rendszerben napi két edzéssel készülünk, reggel 10 és délután 17:30 vannak az edzések. Sok távozó van, vannak érkezők, vannak saját nevelési fiatalok, gyakorlatilag új csapatot kell építeni, mekkora kihívás, mekkora munka lesz ez? Nagy kihívás, de én úgy gondolom, hogy azok, akik jöttek, azok fogják pótolni azokat, akik elmentek, de hát ez majd a bajnokság végén fog igazából kiderülni. Azért a 50-60, inkább 70% a csapatnak megmaradt, ugyanis számítunk a
helyi fiatalokra, akik többé-kevésbé komolyan veszik a felkészülést, úgyhogy itt vannak a elnézést a délelőtti edzéseken, és meg a délutáni edzéseken is. Természetesen vannak, akik hiányoznak munka miatt, diákmeló, stb. Hát van olyan is, akit nem látunk, de reméljük, hogy ő is meg fog jelenni. Természetesen azokra számítok, akik velem végigcsinálják ezt a munkát, és hasznos tagja akarnak lenni a csapatnak. Te is végzed a srácokkal a felkészülést, ez azt jelenti, hogy a pályán is láthatnak majd a szurkolók? Nem, mert a vezetőség nem engedi, pedig nagyon szeretnék. Igazság szerint én még megye első osztályba játszok. Nekem is már az egy ilyen levezetés. Igazából kihívásnak tekintem, hogy még most 49 évesen végig tudom csinálni az alapozást. Nem szándékozom abba hagyni, ameddig az egészségem bírja. Egy kicsit szándékom is, hogy esetleg ilyen plusz 50-es vagy 55-ös válogatott be, esetleg ha egyszer behívnak, hogyha bírom erőnléttel, akkor szívesen. Ugye már beszéltem a pásztorocsi haverommal erről, de nem is az a lényeg, hanem én magamnak csinálom, meg hát a srácoknak is egy kis motiváció, hogy látják, hogy az edző is csinálja ugyanabban a melegbe, nem csak ülök és dirigálok, hála Istennek megtettem, úgyhogy remélem, hogy őket ez motiválja. 12 korosztály 15 csapatában közel 300 labdarúgó készül a Nyíregyháza Spartakusz Bozsik Akadémián. A jövő hétvégén rajtuló szezonban a 14 és a 15 évesek szerepelnek a kiemelt országos bajnokságban. Jó három hete kezdtük el a munkát, először a nagyobbak, a nagypár csapataink indultak el, U12-től 19-ig július 16-án kezdtünk, majd pedig egy olyan két hét múlva a 10-11 évesek kezdték el, és a 8-9 most kapcsolódott be, a 7 pedig a héten fog elkezdeni dolgozni. A számokat nézzük, hány korosztályban hány csapat, hány edzővel készül a megmérettetésekre? 12 korosztályban 15 csapattal dolgozunk, közel 300 gyerek, ez 25 kollégánk van és 5 gyakornokunk, tehát egy olyan jó 30 embert kell szakmailag koordinálni. Ha megnézzük a koncepciót, az alapelveket, melyek azok, amelyek mentén folyik a Bozsik Akadémiánál a munka? A gyerekeknél, ami nagyon fontos, nagyon lényeges alapelvek az, hogy minél több labdaérintés legyen, minél több nyomásos helyzetet és játékhelyzet megoldást csináljanak, és próbáljanak minél többet a játékból kihozni. Labdakontroll, kétlábasság, ezek az alap dolgok, amiket ott csinálni kell. A 12-15 éveseknél, ami nagyon fontos az, hogy a nagypályára való átmenetet biztosítsuk, ez itt a posztokat, csapatrészeket kell már kialakítani, a 16-tól 19-ig pedig már a teljesítésnek az időszaka következik, a lifi korban már egyre markánsabban megjelenik az, hogy most ki melyik poszton lehet jó, és itt már a kondicionális képzés is előtérbe kerül, valamint taktikailag kell már olyan szintre felhozni a játékosokat, hogy az U19, amikor közös edzéseket végez keddenként a felnőtt csapattal, akkor ne lúgjanak ki a srácok, és ne okozzanak csalódást. Egy ideje már a felnőtt csapat a Bozsik Akadémia üzemeltetője. Mi az elvárás az utánpótlás neveléshez szemben a Nyíregyháza Spartakusz részéről? Ők azt szeretnék, és teljes joggal, hogy minél több érett játékost adjunk föl. Ennek két oldala van. Az egyik az, hogy az a 13-14 éves fiú, aki nagypályára fölkerül és látszik, hogy igazi tehetség, az itt maradjon Nyíregyházán, ne menjen el. Ezt nem mindig sikerül mostanában megoldani. A másik dolog pedig az, hogy amikor ifi korig eljut, akkor mi képezzük ki úgy őket, hogy amikor belép a felnőtt csapat öltözőjébe, és amikor föllép az első csapattal az edzőpályára, akkor folyamatosan azonnal be tudjon illeszkedni, illetve tudják használni az edzők ezeket a játékosokat. Mennyire nehéz kezelni azt a helyzetet, hogy a szurkolók, szülők részéről van egy fél elvárás az eredményességet illetően, viszont a másik oldal pedig, ahogy említetted, az a cél, hogy a felnőtt csapathoz milyen jobban felkészített futballisták kerül. Hát sajnos itt állandó csatározás van a szülőkkel szemben, és talán most jó is jönnek majd a szülő értekezletek augusztus végén, egész a kisebbektől a nagyobbakig, a legnagyobbakig, ugyanis nagyon rossz szemlélet van Magyarországon. Tehát amikor elmegyünk egy tornára, akkor gyakorlatilag, mintha világbajnoki döntő lenne. Én nem mondom, hogy nem kell nyerni a gyerekeknek, de elsősorban inkább labdarúgást kellene megtanulniuk, minél jobban élvezni ezt a játékot, a sportág mellett maradni. Aztán, ha nyerünk, akkor örülünk, ha kikapunk, akkor nem bánkodunk annyira, de egy a lényeg, hogy szeressék a focit, minél többet tanuljanak belőle. A serdülő korosztályban már azért mutatkozik valami, ott már azért vannak nagyon komoly elvárások a részünkről is, hiszen azért az ország krémjével játszunk. Nem akarunk nagy nyomást rakni az edzőinkre, egy a lényeg, hogy találjuk meg mindenkinek a posztját, ha lehet 15-16 éves korig. Utána pedig választódjon ki az a 3-4 vagy 5 olyan fiú,
aki 18-19 éves korban, meg föl tudunk adni a felnőtt csapatba. Tehát mi így nézzük, a szülők viszont a táblázatot nézik, a tabellát lesik, az, hogy nyerünk vagy nem nyerünk, ha háromszor kikap egy csapatunk, akkor bizony-bizony van, amikor le kell hűteni egy-egy szülői garnitúrát. Nem jó a helyzet ilyen téren. Az elmúlt szezonban több korosztály csapat kilépett a nemzetközi porondra, folytatódik-e ez a trend? Hát ez a klubvezetéstől függ, ugyanis az előző évben azért 6 olyan tornán tudtunk részt venni, ami azelőtt azért nem volt jellemző. Nyugat-Európa felé vettük az irányt, mert addig Szlovákiába, Romániába és Ukrajnába vettünk részt tornákon. Most egy kicsit kinyílt a másik oldal is. Pénzkérdés az egész, kapcsolatrendszer azért az megvan. Aztán, hogyha a klubvezetés engedi, akkor mi állunk elébe. Most is van külföldön két korosztályos csapat, hol milyen tornán veszek részt, kiknek az irányításával? Az U15-ös és az U17-es csapatunk a Havasi Emléktornán vesz részt most kint Ukrajnában, Ungváron, egy olyan nemzetközi tornán, ahol a Ogyesz, a Kijev, a Sakhtyor Donyeszk, a Munkács, az Ungvár, tehát csupa olyan ukrán csapat, akik azért egy kicsit érettebb futballt játszanak ebben a korosztályban, ezekben a korosztályokban, és egy kicsit másabb a szemléletük a futballal kapcsolatban. Jó ezt megtapasztalni, jó ezt azért egy kicsit úgy elraktározni, és egy picit tükröt tartani magunk elé, hogy azért hol is tartunk. Elkezdte a felkészülést az NKK 5-ös U14-es fiúkosárlabda csapata, a Savics Brána által irányított együttes, kiemelként vált neki majd a regionális bajnokságnak. A múlt hét voltunk már edzőtábor a Miskolcon, ott volt U16 és U14 csapat, és ezt szeretem mondani, hogy nagyon sikerült ez a tábor, mert én és kolléga Tamás, Ferenci Tamás, mi akartunk mutatni a gyerekek, hogy működik egy profi csapat, mert én voltam játékos, ő volt edző, és napi két edzés volt, pihenés, utána ebéd után regeneráció, ott is volt atlétika, minden, ami egy profi csapat edz egész szezon, mi most múlt hét csinálunk ott edzőtábor, és gyerekek nagyon jó voltatok, jó munka volt, erős volt. Ez a csapat pontosabban az U14-es csapat nyerte az elmúlt szezonban a regionális bajnokok tornáját, mennyire cserélődött ki a keret? Most teljesen más csapat van, már látok egy pár játékos. Ez, amit csináltuk múlt szezon, ez extra eredmény volt, ez a kis egyesület, ami nálunk van, egy iskolás, majdnem egyesület. Pedig én mindig mondtam, hogy nálunk nincs ez az eredmény nyomás, abszolút, mert amit mondtam, egy iskolás csapat vagyunk, és mi csak szeretünk tanulni gyerekek, kosarlabdázni, tanulni, hogy kell viselkedni, hogy kell egy csapatember lenni, és úgyis senki nem lesz utána a profi csapat, és csak jó profi játékos, és csak jól lesz neki. És legyen sport, mozgás, hogy nem gyerekek otthon maradt, és csak videójáték, és ami mai világon most divatos. Melyik bajnokságba indul majd ez a korosztály? Mi voltunk ez a regionális bajnoki, akkor A csapat fogom kezdeni, és utána, nem tudom, valami szilveszter előtt, akkor eldönteni fogom, hogy főtábla lehet lépni, vagy nem. Pedig szerintem gyengebb leszünk, mint a tavaly szezon. Pedig ez, amit mondtam, nálunk nem ez a cél. Legyen mindenki boldog és jó munka, és ez. Akik téged ismernek, tudják, hogy te azért elvárod a maximumot, a gyerekek mennyire vevők erre? Nekem is muszáj volt módosítani picit mentalitás, mert nem vagyok magyar. Pedig most gyerekek is, mert volt jó. Ez a lényeg, hogy nálunk volt most ez a szuper eredmény, és gyerekek már látszik, hogy csak munkával lehet csinálni ez az eredmény. És most abszolút nincs probléma. Pedig nekem volt, mikor kezdtem, persze teljesen módosítani kell ez a mentalitás, nem csak nekem, gyerekek is, és sikerült most teljesen jól, nincs probléma most már. A bajnoki kezdésig tervezek-e valamilyen tornát? U14 nem lesz torna, pedig lesz sok edzőmeccsek. U16 lesz, ami minden év van torna ott, most nem lesz október vége, lesz most augusztus vége, pedig U14 csapat, mi fogom játszani sok ez az edzőmeccsek. Nem lesz torna, pedig edzőmeccsek ez lesz.
A Sóstói strand 50 méteres medencéjében készülnek az Akvaese vízilabdázói. Az ifjúsági együttes az országos bajnokságban szerepel majd, mellette még 10 utánpótlás együttest indít az egyesület. Múlt hét szerdán kezdtük a felkészülést alapozással, közel 70 gyerek részvételével, míg azért sokan nyaralni vannak, reményeim szerint azért az elkövetkezendő időszakban mindenki csatlakozni fog a felkészüléshez. Ezen a reggeli edzésen labdát nem láttunk, csak húztak a fiatalok. Mennyire vevők erre az időszakra, srácok? Mindenki tudja, hogy ez egy kötelező rossz, ilyenkor nem a labdája a főszerep, hanem meg kell szereznünk a megfelelő állóképességet erre a hosszú szezonra, ami előttünk van. Reményeim szerint az országos bajnokság A2-es csoportjában nagyon jól fogunk szerepelni. Szeretnénk valahol az élmezőny, középmezőnyben végezni. Nyilván érmes reményekkel most nem fogunk számolni. Először fog ifi csapatunk országos bajnokságban szerepelni. Én nagyon várom már. Hány korosztályban indul majd csapata az országos bajnoki sorozatban? Szokásos területi bajnokságokban elindulunk egészen a bébi korosztálytól az ifig. Én azt gondolom, hogy idén is 10-11 csapattal fogunk szerepelni, és hát mindent megteszünk, hogy minél jobban. Mennyien vannak újak, fiatalok, gyerekek, hiszen gondolom ti is toboroztok, mennyire vevők a kicsik a vízilabdára? Évek óta népszerű a vízilabdázás. Egyelőre nem toborzunk, megvárjuk az újuszodának az átadását. Oda jóval nagyobb vízfelületre fogunk tudni majd gyerekeket toborozni, és én reményeim szerint meg fogjuk tudni tölteni tartalommal az épülő újuszodát is. Visszatérve a mostani előttünk álló szezonra, mikor indul majd a pontvadászat, és lesznek-e akár hazai tornák, vagy akár úgy teszek-e más felkészülési tornákra? A jövő hétvégén Kassán fog szerepelni a 2005-ös csapatunk egy nemzetközi tornán. Az országos bajnokság szeptember elején kezdődik. Itt még Nyíregyházi medencében is fogunk játszani egy hazai bajnokit, mielőtt átköltöznénk az új helyünkre. A területi bajnokságok viszont csak októberben kezdődnek. Mikor költözhettek be majd az újuszodába jelen állás szerint? A legjobb tudásom szerint október végén, november elején teljesen birtokba tudjuk majd venni. Így nagyon várjuk már, nagyon ráfért már a nyíregyházi vízes sportokra az, hogy egy megfelelő színvonalú létesítményben tudjunk edzeni. Hétfőn elrajtolt a nyíregyházi városi kispályás labdarúgóbajnokság 53. idénye. A bajnokság végéig mintegy 1500 meccset játszanak a csapatok a városi stadionban. A létszám az nagyon minimálisan változott, hiszen tavaly 117 csapattal bonyolítottuk a bajnokságot, most viszont 115 csapat voltak, megszűnő csapatok voltak, jöttek viszont új csapatok, és szerintem színvonalba is kimagasló bajnokság elé nézünk. Csak nyíregyházi együttesek vagy nyíregyházi környéki csapatok is szerepelnek a bajnokságban? Nagyon sok nyíregyházi környéki csapat van, most éppen egy bui csapat, és nagyon hangzatos néve Buenos Aires, 1928 néven szerepelnek majd a bajnokságban. Jönnek a csapatok a környezetünkből, hiszen Nyíregyházán azért már véges a csapatoknak a jelenkezése, hiszen nagyon sok nyíregyházi csapat van. Van viszont Újfehértóról, Nagykálóból, Tímáról, Gáva Vencselőről, több olyan településről, akik a könnyedebb vannak, de még messzebbről is jönnek, tehát nagyon sok olyan játékos jön, akik Vásárosnaményből, Máté Szalkáról csatlakoznak be egy-egy csapatba, sőt, még Debrecenből is jönnek. Nagyon népszerű a bajnokságunk, és én bízom benne, hogy sikeres lesz ez is, hiszen 53. évébe lépett már a bajnokság, több mint fél évszázada játsszuk Nyíregyházán a kispályás labdarúgást, és én büszke vagyok minden egyes csapatra, akik itt szerepelnek, jó hírnevét viszik megyénknek, városunknak, az országban akárhol szerepelnek. Hány csoportban bonyolódnak majd a mérkőzések? 10 csoportban játszunk, az A, B, C, D, E csoportig a 12 csapattal, az F csoportban 13, a G-be eddig még soha nem használt módon 14 csapat szerepel, az öregfiúk első osztályban és másod osztályban 10-10 csapat, és a harmadosztályban viszont 8 csapat szerepel, de az öregfiúknál mind a 3 csoportban 3 kört fognak játszani.
milyenek vagy melyek a meccsnapok, hánytól hányig pattog majd eladni, és milyen az infrastruktúrális háttér. Jó bevált rendszerbe bonyolítjuk a bajnokságot, hiszen hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken játszanak a csapatok, a szerdát azt meghagytuk esőnapnak, hiszen tavasszal is nagyon sokszor beleszólt a lebonyolításba az időjárás, és amennyiben valamelyik nap elmarad, akkor csak beemelem a szerdai napra adott fordulót, és akkor ott tudjuk pótolni, nem kell túlzottan sokat gondolkodni rajta. A nyírvévő munkatársai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megfelelő körülmények legyenek, salakot is cseréltek a pályán, kicserélték a törött padokat, szépítik a pálya környezeteit, mint ahogy eddig is kitűnő körülmények várják majd a csapatokat, hiszen van 4500, majdnem 5000 igazolt labdarúgunk, és akik ide kilátogatnak, azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat, vagy akik távolabbról jönnek, hogy vigyék jó hírnevét a megyeszékhelynek. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.